Köszöntöm nézőinket, ez a Mozaik a Sopron televízióban. Vásárhelyi Pál díj belügyminiszteri kitüntetést vehetett át dr. Bárdi Pál, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott osztályvezetője, akinek egyrészt gratulálok, másrészt köszöntöm itt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm, meglepetés volt számomra. És ugye, hát ez egy hosszú életút, mondhatnám, hosszú szakmai életút. Nézzük meg, hogy hogy is került ön erre a szakterületre. Édesapám vízmester volt, még a II. Világháború előtt a győri kultúrmérnöki hivatalnak volt alkalmazottja, és hát ez a hivatal tulajdonképpen a vízügyi igazgatóság jogelődje volt, és hát valamikor, miután végeztem a gimnáziumba, műegyetemre, illetve annak idején építőipari és közlekedési műszaki egyetemnek hívták, és ott jelentkeztem általános mérnöknek. Mennyire volt meglepetés ez az elismerés önnek, és milyen érzés volt mindezt átvenni a belügyminisztériumban? Hát nagyon szép ünnepély keretében, és hát szemem számává elállt ettől, hogy egyáltalán ilyen korban még gondolnak az ember. Hát 2003-ban mentem nyugdíjba, úgyhogy azóta igaz, hogy aktív vagyok és vállalkozok a szakterületen belül, de hogy még ennyire észbe tartanak, ez azért igen nagy kitüntetés számomra. És ugye, hát ne felejtsük el, hogy most nekem könnyű, mert le van írva, önnek sem nehéz, mert ugye tudja, hogy rengeteg olyan projektben vett részt, mint például a hansági dúzasztók, a királytói, a nyírka dúzasztók építésének vezetése. Melyek voltak ezek a munkák egyébként? Egy picit ezeket soroljuk fel. Azért az atyai segítség az sokat jelentett, kivitelezéssel kezdtem, tehát életem első 10 évében szinte kiviteleztem, és nagyon jókor voltam, jó helyen, mert akkor indultak gyönyörű munkák az igazgatóságnál, akkor fizikai állomány, gépesítés, ami 3000 fős létszámmal dolgozott a vízgyűjtőn, amihez két megye tartozott, Komárom, Esztergom megye és Győr-Sopron megye durván, tehát vízgyűjtő lehatárolással. És gyönyörű nagy műtárgyak épültek akkoriban, amiket az igazgatóság vezetése úgy döntött, hogy saját kivitelezésbe végez el. Így aztán hát az első szép munkám az a nyírkai, meg a királytói duzzasztók voltak, aztán jöttek a hansági szivattyú telepek, a lesvári telep, a győrsövényházi szivattyú telep, aztán onnan folytatódott Szigetközbe, akkor indult a szigetközi fakadóvíz program, ott is szivattyú telep építések, 3 darab nagyon szép ilyen szekrénysülyeztéses technológiával, tehát mondhatni azt, hogy kifogtam. Nagyon szép munkáim voltak, és hát ez egy óriási sikerélmény volt, és a kivitelezés eleve egy olyan szakterület, ahol a flow élmény megvan, és a visszacsatolás is viszonylag hamar megvan, mert ha elkészül a mű, akkor az ember ránéz és gyönyörködik benne a mai napig. Tehát büszkékedhetek vele, ezek a látványosabbak. De aztán voltak olyan események is, meg kell mondjam, amit hiába építettem. Mert hogy... No, hadd halljuk, mi volt ilyen? Nem akarom megnevezni, de volt több is olyan, hogy ifjú mérnökként lelkesedésből, óriási energiával, éjjel-nappallá téve építés vezetőként tevékenykedtem, és a mű, ami épült, azóta is egy napig se üzemelt. Na most van, amit meg már elbontottak, mint például ez a fertőrákosi dolog is, itt a fertőparton is tevékenykedtem, annak idején még építésvezetője voltam a vízügyi igazgatóság hidromechanizációs, illetve a meteorológiai észlelőállomásnak, ami ugye most már nincs ott. Tehát vannak ilyen élmények is, és akkor én azt kértem a vezetéstől, miután Afrikában voltam 2 évig, onnan visszajöttem, hogy most én olyan helyre szeretnék menni, ahol arról döntenek, hogy mi épüljön. És így kerültem aztán abba a vízrendezési székbe, amiből aztán nyugdíjba is mentem. Kedves nézők, nagyon jó látni egyébként, hogy dr. Bárdi Pál ennyire élményszerűen, ennyire nagy alázattal beszél a saját munkájáról, és hogyha már megemlítette a fertőrákosi partot, ugye a fertőpartot, ugye említette, hogy most már nyugdíj mellett, de a fertőpart fejlesztésben is szerepet vállalt. Melyek voltak ezek a szerepkörök?
Hát ott kezdődik a Fertővel való ismerettség. Nem, az nagyon régen kezdődött, mert a B0-ás pontnak voltam építés vezetője annak idején a 65-66-ban, de már ebbennek a szakági osztálynak a vezetőjeként Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottságban szakértőként tevékenykedtem, és hát a Fertő vízszint szabályozás volt az, amiben majdnem 20 évet harcoltam az osztrák féllel, ami megint csak egy látványos eredménnyel zárult, hiszen megtörtént a Fertőszéli zsilip átépítése, megtörtént az egész Fertő levezető rendszer rekonstrukciója, amiben hát az osztrák fél is nagy részt vállal. Tehát tulajdonképpen van egy egyezmény, egy vízügyi egyezmény, amiben meg vannak határozva azok az érdekeltségi arányok, hogy a határvizeken milyen arányban vállalnak részt a fejlesztési, fenntartási munkákban a felek, és hát ilyen arányban osztoztak meg ebben a nagy fejlesztésben, a Fertő levezető rendszer rekonstrukciójában szintén a két fél, mondhatni majdnem 50% arányban. Egy nagy csata volt itt, hogy hosszú ideig nem ismerte fel az osztrák fél, hogy tulajdonképpen bombán ül, mert az egész levezető rendszer föl volt iszapolva. És ugye mi viszonylag könnyen voltunk magyar oldalon, hiszen itt szigorú határsáv volt annak idején, tehát a természetvédelem mondhatni prioritást élvezett a turisztikával szembe, a másik oldalon viszont hatalmas fejlesztések, turisztikai fejlesztések voltak, és az osztrák fél ugye sok mindent épített a vízre, és viszonylag alacsony szintre. Na most a Fertő, ugye a Vulka a fő vízbetáplálója a Fertőtónak, de amikor árvizek jönnek, akkor viszonylag kicsi az a kapacitás, az a úgymond puffertározási lehetőség, ameddig föl lehet engedni a vizet annélkül, hogy osztrák területen a kiépített turisztikai létesítményekbe és üdülőházakba kárt ne okozzon. Magyarországon nem volt ilyen gond, mert hát itt természetvédett terület volt, itt a magasabban le volt a Fertő, hát magasabban volt. Viszont a levezető rendszer olyan mértékben fel volt iszapolva, hogy hát az elvárt tanulmányok szerint olyan 15 köbméter másodpercenként levezető képesség helyett akkoriban olyan 3 köbméter tudott ez a rendszer Győrig levezetni. A legfőbb akadálya az Ikva hordalék volt, ami a Hanság főcsatornánál képződött az Ikva torkolat alatt, de önmaga a Fertő tó is ugye a áramlási viszonyokból adódóan északnyugati szél, mi vagyunk a déli oldalon, tehát az összes iszap ide jön hozzánk a szélirányból és a tóáramlásból adódóan, tehát már a zsilipig nagyon kevés víz jutott volna el egy árvízi eseménybe. És sajnálatos módon ezek a szabályozások, amik nemzetközi szinten mentek, mindig valahogy a ló egyik oldaláról a másikra estek. Ha aszályos idő volt, akkor a víztakarékos szempontokat vették figyelembe. Ha árvíz volt, akkor a vízlevezetés volt a lényeg. Hát ugye 96-ban volt egy nagy árvíz, na akkor aztán már ez felgyorsította ezeket a tárgyalásokat, és akkor hamarosan beindult a rekonstrukció. A Fertőpart beruházás során milyen kihívásokkal kellett szembenézni, milyen munkafolyamatok voltak azok, amelyek talán a legtöbb fejtörést okozták? Hát a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a kitermelt anyagot azt a helyszínen kellett beépíteni, és ez a kitermelt anyag meg a helyszín is nem teherbíró. Tehát mindenképpen komoly kihívást jelentett az, hogy a földmérleget megfelelő módon tudjuk biztosítani, úgy, hogy majd később az akár terhelhető is legyen bizonyos mértékig. Ugye van egy tőzeges altalaj, van egy iszap, amit ki kell termelni, azt az iszapot be kell építeni a helyszínen, és hát ez a földegyensúly biztosítása és a teherbírás biztosítása,
ez jelentette a legnagyobb gondot. Úgyhogy különböző kategóriába soroltuk a talajakat, ugye általában volt egy, ami közúti közlekedés fog menni, akkor lesz, ami teljesen zöld felület, akkor lesz, ami kisebb terhelést kap, és ennek megfelelően kellett nagyon szelektíven az anyagot, a földanyagot elhelyezni, és ez nagyon komoly kihívást jelentett a kivitelezés során is, tehát komoly fejtörést okozott ezt a kivitelezést. Amit mi megálmodtunk papíron, azt a kivitelezőnek végrehajtani, hát ez nem volt egy könnyű lépés. Egyébként nagyon sok a fölépítmény, nagyon nagy része cölöpökön, szátfal biztosítással, tehát a komoly az építmények mind cölöp alapozással készültek. És akkor itt jönnek szóba ugye az agytározók tulajdonképpen, ahol az amúgy még folyékony, szinte folyékony iszapot kellett egy kicsit leülepíteni, hogy az kiszáradjon. Igen, hát ennek régi, ez egy bevált technológia a vízépítésben, hogy a kitermelt anyagot ilyen zagytározókba helyezzük el az iszapot, és annak hát megfelelő szikkadtatása után lesz lehetőség azt a területen felhasználni, akár elszállítva, akár ott helyszínen elhelyezve. Egyébként nagyon kellemes meglepetés is ért bennünket, mert egy olyan finom homok szerkezet került ki jó részt a mederből, ami viszonylag hamar szikkad, és így talán az építési időben az eredeti terv szerint egy kicsit gyorsabban sikerül ezt megvalósítani majd. Dr. Bárdi Pálnak még egyszer gratulálok az elismeréshez, és köszönöm szépen, hogy a vendégünk nagyon volt. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!